Áldjad, én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Áldás, békességet kívánok. Isten hozta kedves testvéreket ebben az épp november végi időjárásban. Kezdjük el tiszteletünket, énekeljük így fennállva a 164. számú dicséretünk mindhárom verszakát. Helyünket elfoglalva, énekeljünk jó szívvel tovább az angol protestáns zenekultúra kedves énekét, 392. éneket valamennyi verszakával. Thank you.
az apostoli köszöntés, örök, drága ige, Pál kezdi így minden levelét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, egykoron, ma is, és mindig is. Amen. Drága testvérek, hallgassuk együtt Isten igéjét. Mózes 4. könyve 21. részéből, 4. verstől néhány versen át, 4 Mózes 21, 4, 10. Leülve hittel, figyelemmel, tegyük mindezt. Istenünk igéje a említett helyen. Majd elindultak a Hór hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme. És így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért az Úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, úgy, hogy sokan meghaltak Izraelből. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: készíts egy mérges kígyót, és tűzd föl egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. Mózes tehát készítette egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Azután elindultak Izrael fiai, és tábort ütöttek Óbodban. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük azt, Urunk, hogy mi bár oly sokszor vétünk ellened, oly sokszor lázadozunk ellened, kiáltunk a te akaratod ellen, te mégis kegyelmet kínálsz a számunkra. Köszönjük, Urunk, azt, hogy bármit tettünk az elmúlt héten, te azt látod. Mégis ma összehívtál bennünket, hogy hallhassuk a te üzenetedet, a te evangéliumodat, a tőled jövő jó hírt. Köszönjük azt, hogy bárhányszor vétünk ellened, ha őszintén megbánjuk, és rád tekintünk, akkor te kegyelmes Úr vagy, és megbocsátod a mi vétkeinket. Kérünk téged ezzel az alázatos szívvel, hogy légy ma itt közöttünk, igéd és szent lelked által. Áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg az ige hallgatóit is, hogy az az üzenet, az az örömhír, amelyet te ma elkészítettél számunkra, eljusson hozzánk, és gyümölcsöt teremhessen a szívünkben. Kérünk, így légy közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Az ige szolgálatra készülve Genfi Zsoltárt énekeljünk, 5. számú Zsoltárunk, első, csak az első verszakát. Thank you.
Az igét az imént hallott szakaszból olvasom, Mózes 4. könyve 21. részéből, 7. verszakból. Rövid kis mondat, az ige fordulópontja. És imádkozott Mózes a népért. És imádkozott Mózes a népért. Helyünket foglaljuk el. Van Isten? Nincs. Így kérdezve biztos, hogy nincsen. Így kérdezve nincs. Van Isten? Csak ő van. Vannak benne hangyák, meg mi is. Az ember hangyák. De hát nem látom. Úgy szeretném látni, és nem látom. Hol az Isten? Itt az ő népe, ő hívta el, ő választotta ki, és mégis hagyja szenvedni. Annyi minden történt, és ő hagyja mindezt. Van Isten? Avagy már nagyon távol van? Filozófiai kérdés, megöregedett? Már nincs hatalma? Nem látom. Kijöttek Egyiptomból, van Isten. Az igen. Vöröstengeren átkeltek, hó, óriási az Isten. És amúgy 40 évig nincs Isten. Nincs Isten, mondják sokan. Vagy ha van, igencsak meggyengült, igencsak elfáradt valaki ő. Egy-két csendes kérdés igény kapcsán, testvérek. Izrael népe 40 év alatt számtalan harcot vívott. Honnan volt fegyverük? Egyiptomból? Biztos, hogy nem. Egy darab tőlük nem volt semmi, egészen biztos. Honnan lett fegyverük? Tudjanak védekezni, harcot vívni. Honnan volt fegyverük? Hol volt lehetőség tisztálkodniuk? Ruhát váltani, megmosakodni? Sehol, alig-alig. Talán Élimnél, az ott levő oázisnál is semmi több. Semmi több? Hogy nem pusztultak bele? Hogy nem kaptak fertőzést? Ezt már mondtam korábban is, és örök kérdés. Hol az Isten? Dacára, hogy meleg van, izzadnak, nem tudnak mosakodni, hiszen minden betegség alapja az antihigiénia, és nem kaptak fertőzést. Hol az Isten? Nem látom. Lett fegyverük? Honnan? Miből? Kitől? Merre? Meddig? Nem haltak éhen? Egy darab se közülük. Nem volt mit enni? Nem volt mit enni. Mégse haltak meg? Mégse haltak meg. Még nagyobb kérdés, nem volt mit inniuk. Forró égövben, legalábbis meleg égövben. Nem volt mit inni, pusztaság. És nem haltak szomjan? Nincs Isten, nincs Isten. Vagy mégis? De őt meglátni igencsak érzékeny szívre van szükség. Szenzációkban igen, akkor igen. Kijöttünk Egyiptomból, eufória. Át a Vöröstengeren, eufóriák eufóriája. Kin a másik parton hatalmas hálaének, Debóra hálaéneke, Miriam hálaéneke. Igen, van Isten. És később már nincs. Annyi minden apróság, amit meg lehetne és meg kellene látni, hogy valóság ő. Ami nem embertől való, annyi minden mozzanat, és mégis ott vannak, vannak, élnek. Szörnyű 40 évet túlélték, és találtak újra hazát, saját hazát. Ám emberi tulajdonság zúgolódni. Úgyhogy meg is értem, emberek, megmondom őszintén, amikor nincs más ennivaló, csak a manna. Csak a manna. De az van. Unták már? Igen. Egyhangú táplálkozás? Egyhangú. De van mit ennünk. Gyerekem, unokám ennek ér, szokt neki adni, és nem hal éhen. Lehet unni,
lehet tőle megcsömörleni, de valahol mindig van valami. Üzen a mában, nekünk ma több van, mint manna, sokkal több, valljuk be őszintén. Nagyon sokan, amit meg szeretnénk szerezni, meg tudjuk szerezni. Meg tudjuk főzni, vagy készen elfogyasztani. Gondoljunk bele, hogy nincsen más, csak az a vizes világcserje, mert reggelre megfagyott, lefújta a szél, szedték össze és ették. De volt mit enni, de nem haltak éhen. Van Isten? Nincs. Hagyta őket sorsukra szenvedni? Adott nekik enni és táplálékot. Csak egy példa, valaki elmesélte egy fiatal asszonyka, karjának kis gyermekével, 5 hónapos gyermekével, Budapest ostroma. Ostromgyűrű bezárult a főváros körül, utcai harcok, repülők bombázzák gyárakat, ipartelepeket, bárbiket. De az óvóhelyen karjának kis gyerekkel boldog volt, mert a szekrény mélyén egy kis marék, valami félig már poshat grízet talált, meg egy félig már fonnyat répát, semmi többet. Még víz is jött a csapból. Az ebéd megvan mára. Így éltek napról napra, az akkori manna, budapesti világháborús manna. Csak ennyi? Nincs Isten? Miért hagy bennünket? Itt a gyerekem, nem engedi, hogy táplálja? Indulatos, buta emberi beszéd, bár néha az emberből kihozza a fájdalom, az aggódás, kihozza a féltés. De eddig, amire szükségem volt és van, megadja az Úr. Így van, testvérek? Hadd kérdezzem meg. Kiki megélte maga életét eddig, amire szüksége volt, megkapta az Úrtól? Nap mint nap megvolt. Időnként nehezen, időnként meg kicsit unt módon, de megvolt, de megadta. Van Isten, de buta kérdés. Csak ő van. Csak ő, s mi ő benne az egész világ mindenség, ő benne vagyunk. Csak ő van, hitem szerint, és senki más. Mi benne kicsi életünkkel érdegélünk, aztán elmegyünk, talán hozzá megyünk. Ám igénk arról beszél, hogy a nép megunta a mannát. Mondom még ezzel, kicsit meg is értem. Kicsit meg is értem. Egyhangú, nem tudom, finom volt én, nem volt finom, tápláló én, nem tudom. Egy biztos, adatot, amikor kell, mindig. Amire szükség volt, adatot. Adatot lelki manna, testi manna is. Lelki értelemben, mikor valaki elcsüggett, nagyon elcsüggett, kapta a lelki mannát, hogy menjen tovább, hogy lépjen tovább. Valaki lemaradt, mert nem bírta az utat. Utána mentek és hozták. A lelki manna. Hagyjatok itt, öreg vagyok én, nem kellek már senkinek, nincsen családtagom, rokonom, hagyjatok itt a pusztában. Nem hagyunk. Neked még élned kell. És mentek érte, a lelki mennyei manna adatot mindig és minden időben. Nép zúgolódik, fölteszi ezt a félelmetes kérdést Mózesnek, az élő Istennek, azért hoztatok ki Egyiptomból, hogy itt éhen halljunk. Micsoda kérdés? Azért lettünk szabadok egy zsarnoki nép által, bennünket nem vettek semmibe, ki akartak írtani a világból, genocídium, népírtás által. Itt vagyunk. Azért hoztatok ki, hogy ilyen halljunk? Válasz rá, hogy igen, azért hoztunk ki. Humoros válasz, kőkemény válasz. Hogy lehet ilyet kérdezni? De a nép zúgolódik, és megfogalmazza, már utáljuk ezt a hitvágy eledelt. Már megint ezt kell enni. Mint a ma hallanám. Talán több kisdiák, akárki részéről, hogy úgy utálom. Olyan nem jó, jaj, de utálom. Volt idő, amikor ezt nem mondta az ember, mert van valami egyáltalán. Az is meg lehet unni egyértelműen, jól tudom. De Isten ajándékát hitványnak nevezni. Emberi mélység.
nem súlyos bűn vagy nem bűn kérdése, emberi fájó indulat, megértem én ezt. De a következmény mérges kígyók támadása a népre. Az zúgolódás mindig hozza magával a bajt. De csak figyeljük meg, ma is és mindig is. Az örök zúgolódás, az örök ellenkezés, a semmi se jó, a nyavajgás, Istent vádolni, embert vádolni, hozza magával mindig a bajokat, megoldást soha. Lelkem megnyugszik tőle? Nem. Kis ideig igen, egy-két órán aztán megint jön újra és újra, és nincs nyugalmam, és nincs békességem. Zúgolódom, nem tetszik. Jön az ellenhatás, a nyomorúság és a baj. Jelképes, igényben valós, kígyó támadás. Hát ez nem játék. Kígyó rajjön, és aki nem kellően ügyes, óvatos, a kígyók megmarják, és sokan meghalnak. Ha nem zúgolódtál volna nép, talán kígyó sincs. Most élne gyereked, nagyanyád, nagyapád, aki nem tudott már elugrani, nincs jó reflexe, a kígyó megmarta. Nem kell, ne zúgolódj. Vedd észre az áldást, még ha az manna is, túl fogod élni, nem lesz mindig az, lesz egészen más életed, csak nézz fel az Úrra. Tehát hol van az Úr? Hova nézzek fel? Merre van? Ki látta őt? Csak a nép bűnt val. Vétkeztünk. De szimpatikus. Nekem mindig az, ha az egyén ma is, akár én. Meglátom gyengeségemet, és kimondom, én miattam történt. Ki szlengel szólva az én saram. Én miattam, én csináltam. Bocsáss meg. Nép kimondja, vétkeztünk, Uram, te ellened. Mózes, megbántottunk téged. Imádkozz értünk. Imádkozz értünk. Nincs más út. A kígyó támad alattomosan, sunyi módon, nem tud védekezni, aki nem kellően óvatos és fiatal, megmarja és vége az életének. Ott nincs ellenméreg, nincs ambulancia, nincs szirnázon mentőautó, ott semmi nincs. Ott vagy-vagyok vannak. Mózes, imádkozz értünk. Mózes nem szól semmit, népet nem oktatja ki. Értetek? Hitetlen népért, dehogy imádkozom, úgy kell nektek. Jó kis lecke, ugye? Úgy kell nektek. Mondhatná, nem mondja. Ti akartátok, ti nyavajogtatok, ti palaszkodtatok, én ugyan értetek, nem. Nem mond ilyet. Csendesen megáll, két karját felemeli, nyitott szemmel az ég felé, mondja az imát. Uram, könyörülj rajtunk. Ez elárvult, nagyon fáradt nép. Majdnem 40 év a pusztában, ez rettentően sok. Belefáradtunk. Generációk születtek, és mentek el. Temettük el, és hagytuk ott jeltelen sírban. Nincs emlékmű, semmi nincs. Nincs halottak napja, koszorú, gyertyagyújtás sírjánál, mert nincs sírja. Uram, elfáradtunk nagyon. Könyörülj rajtunk. De nagy fordulat. A mindenkori szent koreográfia, úgy érzem. Nyavajogtam, kínlódtam, nem vettem észre azt, ami áldás életemben. Jön a nyomorúság. Jön a nyomorúság. De akkor sem késő az Úrhoz kiáltani. Örök emberi példa ez a szegény nyomorult, haldokló latola kereszten. Akkor sem késő. Már alig ér szegény. Hörög egy pár szót, hitvallást, és akkor sem volt késő neki. Uram, könyörülj rajtunk, Mózes, imádkozz értünk, tégy valamit, te vagy a főnök, te vagy a vezér, tégy valamit, te vagy Isten embere, imádkozz értünk. És Mózes szó nélkül, népet nem megalázva, kioktatva, leteremtve, imádkozni kezd. Csak imádkozni kezd, én hiszem és vallom. Előbb-utóbb kap választ.
Nem mindig azt, amit várt, nem. De kap választ. Ez benne a szép. Valamit Istentől kérek, és messze nem azt adja. Amit ad, nem tudom, hogy miért adja, fogalmam sincs. Ehhez kell megint látószem, más optika, ehhez kell belső, lelki, egészen más állapot. Mit akart olyan? Miért mondja mindezt? Mi az ő szándéka? A válasza furcsa válasz. Az a táborban állíts fel egy póznát, és tűzd rá egy ércből készült kígyót. Drága mulatság, van nekik ércük is? Tudnak önteni? Van kohójuk? Honnan? Isten nincs. Mi minden van, ami nem magyarázható? Mi minden van ma is, ami nem magyarázható? És mégis adatik? Nem mondja Mózes, hogy uram, miért? Hát ez nevetséges dolog. Mi azt szeretnénk, ha a kígyókat elzavarnád. Sok kígyót zavard el másfelé. Nem. Nem zavarja. Egészen más az ő válasza. Van, aki ilyenkor megsértődik. De nem ezt akartam. Nem ezt akartam. Szeretnék élni kígyómentes napokat. Nem. Ott a kígyó továbbra is. Szögezd föl a póznára azt a bizonyos érckígyót. És aki arra felnéz, a kígyó bár megharapja, megmarja, nem lesz halálos. Testvérek, mekkora evangélium. Mekkora örök, drága örömhír, mekkora evangélium. Mennyire tiszta, nem álszent beszéd, nem mennyei inszinuáció, semmiképpen sem. A póznára, tán keresztbe. Szögezd föl a kígyót. Ismerős? Ismerős? Mint egy keresztformáció? Ember, nézz föl a keresztre. Nézz föl a keresztre. Ez a gyógyszer és semmi más. Nincs ellenméreg, nincs gyógykezelés. Nézz fel a keresztre. Ez a lehető legjobb gyógyszer. Mindig is, csendesen mondom, de hiszem, ma is. Nézz fel, nem az érckígyóra, nekünk több van annál, a Golgotai keresztre. Nemrég ünnepeltük, ne felejtsük el. Ott nagypénteken. Nézz fel a keresztre. Fogadd el őt. Lásd meg, hogy érted szenved. Érted, mondta az imát, atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Értem is, mondja mindezt. Értem is. Igen. Mit cselekszek? Ja, fogalmam sincs. Sok indulat, bosszúvágy, dű, jogos dű, zavar, kerget, hajszol. Atyám, bocsásd meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik. Nekem is, atyám, bocsásd meg. Indulataimat, felesleges szavaimat. Atyám, bocsásd meg. Igen, az örök gyógyszer. Az benne az szép, az őszinte, hogy Jézus evangéliuma senkit nem áltat. Nem mondja, hogy aki fölnéz a keresztre, olyan boldog lesz. Azonnal megoldódik minden, nem mond ilyet. Lesz továbbra is kígyómarás, de nem lesz hatásos, nem lesz halálos kis szójátékkal. Nem azért a végső szó. Nem a marási, nem a próbáki, nyomorúsági, emberi mélységeké, nem azért a végső szó, hanem az élet uráé, Jézus Krisztusé. Ingyen való gyógyszer, ki se kell iratni. Nincs mellékhatása. Nem kell recept hozzá. Gyógyszertár sem. Bárki ott, ahol éppen él, megteheti. Föl a keresztre fölnézek, elfogadom. Átadom életemet, és akkor leszek emberré, testvérek. Akkor leszek emberré, ha életemet odaadom Jézus Krisztusnak. Sokan félnek tőle. Hitre jutok, elvesztem személyiségemet, vágyaimat, dehogy vesztem el. Igazán akkor leszek emberré. Mert a hit, sokat szor mondom, mert hitvallásom, ma is mondom, fogom még mondani. A hit nem leterhel, a hit nem sokkol, kis bűn, közepes bűn, nagy bűn, vigyázz ember, a hit fölszabadít. Ember, szabadulj fel, nézz fel a keresztre.
Bajaid vannak ma is. Vannak földi megoldások, meg kell tenni, persze egyértelmű. Beteg valakim nagyon, viszem szakemberhez, egyértelmű, nem is kérdés. Más értelemben megoldást kell találni, keresem. De ne felejtsem el az örök drága gyógymódot, hogy van lehetőségem felnézni újra és újra, nem az érszkígyóra, annál sokkal többre, az élő Úr Jézus Krisztusra, aki ma is Úr, aki ma is út, ma is igazság, és mindenkor ő az élet. Nézz föl rá, akár most, hazamenve, holnaptól kezdődik egy újabb munkás hét, nézz föl rá, és ő téged el nem hagy soha. Ha a szemed könnyes, akkor sem. Akkor van legközelebb hozzád. Ha mélyen vagy, olyan távol gondolod, miért hagyott el, akkor van legközelebb hozzád. Érezd át, nap mint nap, hogy az Úr szabadítás, megoldás és gyógyulás. A Szentírás szerint, Urunk, sok vándor beduin nép abban a korban nem tudta, hogy van egy lehetőség hozzád kiáltani, bevallani gyengeségeinket, bűneinket, és te adsz megoldást. Sok nép elpusztult, kihalt, asszimilálódott, de a te néped nem. És jóra gondolni, hogy sok világvallás, izmus teória, diadalmas teóriák, izmusok, nemrég itt nálunk és Magyarországon. Úgy tűnt, soha meg nem fog változni, semmi vélet. De a te igéd örök. Rád feltekinteni nem is fizikai tevékenység. Ott, ahol vagyunk, lehet. Bizakodó szívvel, átadott élettel. Hogy ember lehessek, és megértsem, e földi világban lesz nyomorúság, lesz. Uram, te is mondtad. De bízzatok, én meggyőztem a világot. Én legyőztem a világot. Uram, ebből élünk, és ezért élünk, ezért jó rád hallgatni újra és újra. Szabad simogató, még ha leterhel is. Szabad ölelés, még hogyha keményen ránk fölmed, akkor is. Köszönjük. Maradj velünk, kérünk. Betegeinkkel, gyászban lévőkkel, emberi, nagyon megfáradt életekkel, azzal a sok reménytelen fiatallal. Uram, maradj velünk. Hadd ismerjenek meg téged minél többen. Az igaz megoldást, az igaz életet. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Lehetne méltóbb éneket találnunk az igéhez, mint sem a 466. éneket. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Minden versével énekeljük el. Ha Isten segít bennünket, jövő héten is tartunk igei alkalmakat némi változtatással. Holnap este 6 órakor tanástermünkben tartanánk egy rapidus összehívású presbiteri gyűlést, amelynek témája kadonika vizitáció, jön hozzánk két megyei munkatárs, Nagy Sándor András kőbányai lelkész, aki egyházmegyei helyettes esperese, és Györfi János egyetemi tanár, az ELTE-n tanít, kárpátaljai gyülekezet missziói gondnoka. Ők jönnek hozzánk holnap vizitációra, megvizsgálnak bennünket. Remélem negatív lesz minden eredmény. Bízunk benne. 6 órakor kezdődik igei alkalom, ő fog szolgálni, Nagy Sándor András lelkipásztor, esperes helyettes úr. Aki el tud jönni, várnék jó szívvel minden presbitert, pótpresbitert, és aki teheti, bárkit.
Ez nyilvános alkalom, bárki ott maradhat, beszélgetünk elmúlt naptári évünkről, az lenne a témája mindennek. Szerda délelőtt 10 órai kezdettel Nőszövetség tart bibliaórát, szerda este 6 órai kezdettel tanástermünkben tartunk esti áldatot, esti igei csendességet. Pénteken 3 órakor idei utolsó konfirmációs óránkat tartjuk. Készülünk a június 2-i ünnepére, konfirmációra, délután pedig ifjúsági óráinkat tartjuk meg pénteken. Jövő vasárnap, mához egy hétre, Isten megsegít, tartjuk templomunkban a hittanos évzáró istentiszteletet, melyre hívunk minden kedves szülőt, nagyszülőt, diákot, gyülekezeti iskola hittanost. Tehát jövő vasárnap lenne mindez, 10 órai kezdettel itt templomunkban. Az elmúlt héten kétszer is kellett temetnünk. Hirdetem, hogy mához 2 hétre tartjuk a Isten segít június 2-án a konfirmáció istentiszteletet. Azért hamarabb, mint pünkösd, mert nagyon sok szülő kérte, nincsenek már itthon, már vannak megszervezett utak, el kell menniük. Tehát egy héttel hamarabb tartjuk, mint pünkösd, május 2-án. És így kívánunk áldást a csodálatosak hétvégére. Ott Karcag mellett a híres neves Belegfürdőn, legyen most is áldás a hétvégén, legyen áldás ott is, az élő Isten kegyelmessége. No, hát szoktuk mondani, ti, mint torony. A megunhatatlan, vagy a nagyon megunt téma. Hát meg lehet unni a témát, de mannát is meg lehetett unni, attól, hogy nem fog megoldódni, hogy meguntuk. Tetszenek látni, ott az állványzat. A munkát kezdik jövő héten, hétfőn reggel. Meddig fog tartani, csak sejtjük, nem tudjuk. Megkezdik, kezdjék meg, jaj de jó. Kaptunk újabb segítséget, pályáztunk, kértünk. Sikerült találni újabb anyagi forrást, nem is kicsit, de még van híja, ezek a pénzek, van még híja. Ezért mondom most is, nem szigyelem mondani magamnak is, mindenkinek is. Aki még tudja támogatni, és szívesen támogatná. Én azt szoktam mondani, ha az Úristennek adok valamit, visszaadja sokszoros kamattal nekem, visszaadja. Ha kell egészségben, ha kell derűben, sikerekben, anyagiakban, bármilyen formában. De aki teheti, mi testvérek, adakozását, akár a persejben, akár külön, nyugta ellenében, köszönjük és szívesen vesszük. Mondom, aki eddig is már megtette, hála érte, és szívből köszönjük mindenkinek. Köszönöm ma is Móri Ági szolgálatát, orgona mellett áldjon meg Isten Ági továbbra is. Szívből köszönjük. Záróénekként énekeljük a 425. számú ének első 3 versét helyünkön maradva, a zárót pedig majd fennállva, ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent nevet.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te leát, és adjon te néked békességet. Így legyen. Amen. Áldást, békességet kívánok. További áldott vasárnapot mindenkinek. Isten velünk, legyen így, viszontlátásra.